A mai nap pedig ugye az árvízről szól. Az árvíz az, Laci, szeretném bemutatni önöknek Dicsi Laci bácsit, le biztos többen már ismerik, Csicsói származású, illetve Csicsói, Csicsói. Jó, nem tudom, mit csinálnom. Személy, aki megélte az árvízt, ő járás vízügyi igazgatóságon dolgozott, akkor is azok a képek, amik ma itt be lesznek mutatva, ezt ő készítette. És sok minden olyan információ van, hogy például mikor szakadt át a grát és egyébek, amit a könyvek itt félre írnak, és sok-sok minden érdekességet el fog még ma mondani. Úgyhogy én át is adom neki a szót. Hát, nagyon szépen köszönöm. Hát, kedves jelenlévők, először is egy statisztikai adatot próbálok, amiket összeszedtem, hogy mennyire igaz, nem igaz, azt nem tudom, ezért nem vállalok felelősséget, de csak röviden. A kitelepített lakósoknak a száma 53.693 személy volt 46 községből. Ebből a Komárovi járásból 43.147 lakós 27 községből. A Dunaszérdehelyi járásból 10.546 lakós 19 községből. Az elárasztott házak 3.910 és további 6.180 megvonulott. 4.300 háztartás maradt fedőrdékül. A kitelepített szarvasmarha 35.759 szarvasmarha, 394 ló, 58.041 csertés, 8.700 birka, 654 kecske, 83.000 baromfi. Elégetésre kerül majd erre visszatérek, 81 szarvasmarha, 10 ló, 755 csertés, 194 birka, 64.690 baromfi. Az elárasztott terület egy Komárovi járásból 51.100 hektár, a Dunaszerdei járásból 20.562 hektár, hát összesen 71.662 hektár lett víz alá, annyi kerül víz alá. A megrongálódott 250 km közút, 70 km vasút és a mezőgazdaságnak okozott kár az 960 akkori pénzben. 968 millió, pardon, milliárd KCS, és a többi rezortnak okozott pár egy 2186 millió koronát. Na most ennyi volt a statisztikából, de mielőtt hozzá kezdenék a képeknek a levetítésre, ha megtetszenek engem, én egy nagyon dióhéjban, de tényleg dióhéjban, megpróbálok visszamenni egy kis történelmi eszeputcát. Ő azt mondta egy filozófus, amelyik népben nincsen múltja, nincs jövődése. Hát először kezdeni, hogy 1400-as évekig csaló közben semmilyen néven nevezendő árvédelmi berendezések nem voltak. 1424-ben az akkori császár és király Luxemburg és itt mond, királyi rendeletben utasította a vármegyéket, konkrétan Pozsonyi vármegyét, Komárovi vármegyét, illetve Csinisz közbe egy ég nyújt meg egy Győr vármegyébe. Ez Győr vármegyéhez tartozott még 920-ig, tehát a Trianonig. Most ennek alapján az illetőség alispának voltak megbízván meg a véghez viselére, mégpedig úgy, hogy a tulajdonosok, a föld tulajdonosok, a föld nagysága szerint volt kivetve, hogy mennyi közelőkörött. Pénz nem volt rá, tehát közelőkörött, de mennyi gyalogmunkás, mennyi fogadott járgat és így tovább. Ennek alapján épült meg a Duna, illetve a Kisduna felé a vágtöltését. Na most utána persze megjött a töltés építés, hát nem olyan méretű, mint a máma vannak, ugye, de mindig csak volt egy bizonyos vétát.
Csak ennek a védgárnak még hozzá a házműtője is. Addig, amíg nem volt a védgár, csak a bernizsek, nem volt beakadt a Dunavize, bernizsek kifolyadott. Megmentek a csökkések, nem volt kifolyás. Tehát problémák voltak, mert sok esetben, amikor a bernizseket nem tudták fogal, ehhez szerint, amikor a Dunavize lecsökkent, akkor át kellett várni a gátokat, és úgy tudták kiengedni. Később ilyen folyamán már építettek 1830-ban kezdtek építeni két főbevételező csatornát, az egyik Kiskeszin, most jól mondom a Kiskeszin, tudják meg a Kiskeszin rész? Nagykeszinnek a Dunavelő eső része volt. Épült 1870-ig oficiálisan is Kiskeszin néven szerepelt. Van már Balé Boszi Kiskeszi a Ipoly parton van, Ipoly szalkán fölött. Na most tehát megépült két belvédelmező csatorna, ez egy kis keszétről kezdve megedik. A másik pedig Keszefalútól indult el, és abbáz a szokálosig. Hát ez így ment sorban. Na most, amikor a csatornát megszertek vízre, akkor kellett építeni bizonyos zsilipeket. Hát elég provizórikus szerelmények voltak, de hát amilyen volt, olyan volt. A végén 1500-as években, 1850-es években definitív jellegű zsinip épült Kiskeszin, és ugyanolyan épült Keszefalútnál is. Ezek a zsinipek már kőből épültek, 225 cm-es két ilyen zsíplínás volt, mind a kettő részforma volt. A Keszi zsinip sajnos a nagyvárosi építkezés közben teljesen messzi világolult. Valami kis maradványok vannak még a fölmondó szerkezetről, a Keszefalusi viszont teljesen úgy megvan, ahogy annak idején megépítették, persze mindig hasonló, hogy funkcióját teljesen elveszítette, mert amióta 1960-ban megépült a Komárfalusi szivattyú fele, akkor a fölösleges vizeket már ott azon a zsinipen engedjük ki, mert ahhoz szivattyúk át a vállalkozó. Na most ezt a két dolgot azért említem, mert az akkora országos jelentőségű volt ennek a zsinipnek a megépítése, hogy 1856. szeptember 23-án az akkori 26 éves királyunk, első Ferenc József személyesen megtekintette. Vízből jötte Keszire hajóval, Keszélyi viszont aztán hintóval folytatta az útját Keszefalúra. Hát így történt a zsinipek, úgy ahogyan voltak. Na most így történt a építkezése, csak egy hiba volt. A megépített csatornák, a megépített gátak nem voltak karbantartva. Tehát hiányzik egy olyan szervezet, amely ezekkel a dolgokkal foglalkozott volna. Most erről az akkori fölművelési miniszter Darány Ignác 1876-ban rendeletileg utasította a szerveket, hogy egy vízügyi szerveket, mert többről volt szó, alapítsanak. Most erről 1876. július 25-én komárai városházának a nagykertjében ott alakult meg az első vízügyi szervezet, az akkori Csorvaközi Ármentesítő Társulat. Most közben, még előzőleg, Bősöd volt a kezdeményezős, ilyen apró mindenféle szervezetek, Bősöd a Ücincváró kezdeményezésére, de egy-két száraz év után az megszűnt. Aztán Csibisz közben is voltak bizonyos kezdeményezések, de aztán a pár évben a komárai ármentesítő megalakulás után a két szervezet egyesült, úgyhogy akkor már fölvett az alsó csarnóközi és Csibisz közi ármentesítő és belvízvezető társulat neve. Hát jó hosszú nézni. Ez a szervezet működött, mint vízgazdálkodási szervezet, még a második világháború után, amikor a Csehszlovákia megalakult,
egészen 1956-ig, ja még megállt vittem, hogy akkor több ilyen armátesítő társadalmat is alakultak. Két évvel Komárny után Szerdai járás, illetve Fősi csatornán a Somogyi járás, Somogyi székhelyen alakult, Érsekújvárban úgy egy Vágbalparti társulat, Vágjogparti társulat a Tornozi székhelyen, és Kanván pedig úgy egy Ebedfoki társulat. Ez tényleg van kicsi, hogy négy járás volt, és egy igazgató volt, meg egy hölgy volt, ez volt az egész irodai szervezet. Na, ez így ment 1956-ig, és 56-ban az összes társulatot, mert volt több ilyen apróbb csepő társulatot, Fele-Szlovákiában, itt is a területen, hanem még is, ezeket államosították. Itt történtek a bajok, mert addig még voltak árszenvedések ugyan, mert mindig a vízgazdálkodási problémák és azoknak a megoldás volt a fő cél. 56 után a politikai jellegű lett az egész, és sokszor olyan egyébként kerültem vezetői pozícióba, ha durván akarok fogalmazni, akik vizet csak ahorba láttak. Ez úgy is nézett ki. Például 1960-ban annyira szétszabták a vízügyet, hogy járási szintre. Tehát működtünk, de úgy mért járási vízgazdálkodási igazgatóságok, ezt a motorozpilászásprávát. Hát kérdezték le, mondjuk, hogy őszintén egy járásnak pénzügyi alapja ahhoz, hogy egy ilyen szervezet föntartson, fizikai lehet. Se személyzetileg, se anyagilag pénzügyileg nem tudták megcsinálni azt, amit kellett volna. Most ebben az állapotban jutott a 1965-es árvízhöz, amikor se anyagi fedezet, se kárgyelkérdés nem volt megoldva. Többek között például nem voltak vészőrök, nem voltak a töltésükben brigádosok, akik azt a figyelőszolgálatot, vagy pedig azokat az apró cseplők és munkánokat elvégezték a községek, mert azokban sem volt pénzük. Kizavarták a nyugdíjasokat, brigádoknak, akkor jutták a különböző Szabó, Schuster, Gorbi és így tovább. Az előbb említettem itt a harci barátoknak, hogy egyik esetben például a keszi szakaszon egy szerencsétlen nyugdíjas, olyan protézise volt, az a primitív protézise volt, csak egy karó, de innen combon hiányzott a lába, de böcsületes volt. Lemez az összes lábához, belesüllyedt a fél méterre a lábába, ártát a töltékbe, nem tudta kihúzni. Ott feszrengezték én, hát pont arra mentem, és hát nyakamban ettem őszintén, még volt egy kisgyerekét is kihúztam, is. Rávarra, és hogyha ne próbálja az Istenért a töltés tetejébe elhozzulni, mert ki lesz, aki kihúzza még egyszer. Tehát ilyen állapotban jutottunk el 1965-ben. Na most a 65-ös árvíznek körülményei voltak. Abban az időben nem voltak azok a óriási esőzések, mint most hallom, hogy 200 mm naponta, de az a 130-150 mm eső a Dunának a vízügyi felületén, osztrák részen, nem volt sok a számunkban. Tehát egy 100-150 mm-es napi csapadék nem csak, hogy gyorsan lefújott a Duna medrébe, hanem elősegített a több méter vastagságú hónak az olvadását. Tehát már március végén kezdtük az armédekedést 65-ben. Amilyen személyzettel, olyan személyzettel. Na most, ami a főmérte kérdés, hogy mit csináltam, én a fényképeztem, amit csináltam lényegében, mint járási vízgazdálkodási igazgatóság, három mérnökünk volt, összes hárman voltunk. Baros János volt az igazgató, én voltam a helyettese. És volt még egy fiatal kezdő mérnök,
aki a vágdonárokat irányítja, tehát a vágdonár részén állvénekezett. Most úgy így eszünk meg a főnököt, van, aki hát már 60-an jól túlgott, rendes ember volt, egy kicsit megkés is volt. Őrán marad a Komárom város, én meg hát akkor még a 30-as éveimben voltam, jobban bírtam a munkát is, meg hát mozi vagyok voltam, hát csicsolódtunk Karváig a Nagy-Dunán, de fölváltás nélkül. Tehát almás az volt vagy nem volt, de facto 24 órát szolgáltunk. Az utolsó hetekben már haza se tudtam járni, aludni, hanem a igazolba szereztem egy rozog a vasrágyot, és ott aludtam. Nejem, mikor hozta elélet, ha tudod hozni, mire beért a hivatalba, pedig ott laktunk a Szent Kórház mellett, akkor én már ötvét faluban voltam. Na hát így jutottunk el a 65-es árvízhez. Az első szakítás 1965. június 15-én történt Patnál. A pati szakításnál a ja, még egy, azért elmondok, hogy ha a szakításoknak a libellétét akarom klasszifikálni, akkor három csoportba lehetne osztani. Az első ok, ez főleg a múlt századokra volt jellemző, amikor a Dunavize meghagyta a töltés tetejét, és a tetején átfolyott. És ha egyszer átkezett folyt, az aztán kimostom magát, és mindjárt megmondta a szakítást. A második, amely szintén, de ez inkább a tiszakázatra vonatkozik, amikor az áltázott töltés tesz, megcsúszik. Most ha figyeljük a televízióban, Jugoszláviában voltak ezek a fülcsúszamlás, hát ilyenek, ez szakmai múlva vagy egy agyósodás. Ez csalókozra nem megy, inkább a tiszakázatra vonatkozik. A harmadik viszont, ami tipikus csalókozik, a szivárgás, az a töltés alatt átszivárgó víz, a buzgárok tudnélik. Ha év ezreket, inkább milliókat beszélünk, a mostani termőföld termőréten alatt található pár méterre, attól függ, hogy melyik részén nézik, van, ahol 2 méter van, ahol 5 méter van, ahol 8 méter mélységben található különböző szemnagyságú hordalék anyagok. Tehát a legapróbb szűrgálatok, ez van durva. Most a víznek van egy olyan tulajdonsága, hogy az egyforma irányba nyom mindenfelé. Tehát ha megállod a víz, hogy csak töltését ad, ez a nyomás, ez egy a tölti, a termőföld alatt, vagy a töltés teste alatt átnyomódik, és a mentén túlzalán, hogy egy kis forrás megjelenik. Addig még a buzgár tiszta vizet hoz, addig nincs baj, csak kérdezik. Amikor már kezd sáros vizet hozni, az azt jelenti, hogy azokat apró szentséget kihorítja, a végén már üregek képződnek, a töltés test súlyától megrogyik, ott aztán már a Jóisten segít, már kész a gázszakadás. Hát ilyen jellegű gázszakadás volt itt, hogy ő illet a Patnál, hogy itt volt a mellett, és itt Csicsónál. Na most még visszamennék, még kicsit, nem baj, egy kicsit nehéz ám összehozni ezt a pár száz évet. Szóval a sok gázszakadás után egy nagy jelentőség gázszakadás volt az 1897-es Aranyosnál és az 1899-es pár száz méterre itt volt most 65-ben szakított. Most ezek után a két gázszakadás után az körülbelül 25-30 ezer hektár került víz alá, a 70-hőz viszonyítva, a feletőshöz. Úgyhogy akkor országos jellegű rekonstrukciót kezdtek egész Dunaszakaszon végig. Alföldi kubikusokat hoztak ide, mert hát akkor milyen mechanizáció volt? Ás a lapát, kubikus talicska. Ennek alapján megépítették a töltéseket, megerősítették a töltéseket. Most így könnyű most összehasonlítani, az öreg töltés. Annak a gátnak a méretei voltak 1901-ig.
vannak, gázoknak a magasságát emelték föl, majdnem azt lehet mondani, a 65-ös szintig. Most ennek a töltés rekonstrukciónak keretén belül különböző töltés egyenesítések voltak. Itt például a mostani úgynevezett Lionito az egy élő Dunaállomont. És akkor egyenesítették a töltést, 1973 között. Megépült a zsirip, azt úgy hívták, hogy réti zsirip, azért réti, mert a tervező mérnök az egy műszaki egyetemi professzor volt, rétinek hívták, erre réti zsiripnek mondják, és akkor épült a szivattyútelep Csicsónán. Az egy olyan szenzáció volt, mert akkora öntvényeket előtte nem nagyon tudtak készülni, az mind öntvény volt, a szivattyú. És ez egy milliméteres csővastagsága volt. Másfél milliméteres teljesítmény volt, két hengeres gőzgépnek hajtása. Ugyanilyen szivattyú felett épült egy abban az időben, egyformán, 1903 között Komáromnál, nem tudom kinek, mit jelent a gólyacsárga, utána Keszethalónál, de ott már két gépegység lett, kétszer másodikök, és még főjebb, Buda felé, Szörlős pusztánál, ott is lett a szivattyú fele. A szörlősi még megvan, a keszethalusi szerencsére sikerült még nekem is annak idején közben játszani, és utódja is átvették tőlem ezt a jó, hogy hívják ott, jó tanulását. A keszentvarosi szivattyú felett teljesen épp állapotban nagyon szépen korban tart az épület is, még kémény is minden. A Csicsó is sajnos megszűnt, csak a kémény maradt meg. Hát itt a Lionito. Tudják, honnan származik a Lionito? A Lionnek név. Na hát akkor én megmondom. Kicsit elszélek, de azért nem bajuljunk. Szóval 1800-as éve második felében a Pixalát Olaszországból hozták be az osztrák-magyar monarchiába. És egy ilyen szalámi specialista volt a Lion Viktor, aki jóvágású gyerek volt, és Pesten megismerkedett az én anyai nagyanyám unokatestvérével, a Kucsira Margit nénivel. Hát persze nagy mint szerelem, összeházasodtak, és mivel a töltés ki lett egyenesítve, ez a kifli, a mostani Lionito, a Tóthi Gátőrház, az fölöslegesen vált, a társadalom eladta a Gátőrházat, Viktor bácsi megölte, oda került és ott raktak évtizedeken, vagy tovább. Úgyhogy pontosan, hogy őszinte legyek, nem tudom, mikor halt meg a Viktor bácsi, mert a sírkövén csak annyi van írva, hogy 82 évet ér, de nem tudom, hogy mikor született és mikor halt meg. De azt tudom, hogy a 40-es évek, talán 43, amit találkoztam vele. Mert olyan tartoztak a rokonságon, sőt meg, hogy elcsekít még így aranyag keményűt is kapta meg, és már mindig őrzöm. Szóval innen származik, innen. De aztán a Viktor bácsi persze, hát akkor még ilyen szerkentjük, hogy miért tűnő ilyes, mert az ismeretlen fogalom volt. Viktor bácsi minden éve különböző ország, ezt mondta, ahol bejártam, különböző szalámi gyárakat, az a szerződést, az a 5-6 hónapra, amikor legyártotta azt a szélvéját, akkor hazajött, termelte a szőlőt a kertben, a borocskát piszakú szerette, sörös korsó volt a boros pohara, és így érte meg a 87 évet. Tehát ennyit tudjuk mondani, hogy innen származik a jó. Ezt azért mondom, mert körülbelül két hónap ezelőtt olvastam egy újságban, hogy egy francia katonáról nevezték el a jót. Hát az nem igaz. Akkor szóltok hozzá. Egész nyugodtan. Éppen most reklamálnak meg egy webes oldalon a francia katonát. Igen. Hogy nem francia katona volt, hanem szalámi gyárba talán a történetét ismertem. Hogy
Rajta van az interneten a Lyon házaspárnak a képe is, az olajpás nép, és oda rájöttem a történetet, és aztán most éppen erre kicsit készültem, és megtaláltam egy oldalon ezt a francia katonásat, hát még nem jeleztek vissza, de írtam, hogy javítsák. Hát mondjuk, most jelentem, és meghozom, nem Y-nal hívják, hanem pontosan. De mindegy, de nem nagyon akarták különben elhívni, hogy olasz volt és nem francia, mert hogy franciás név. Nem katona volt, hanem egy szalámis nacionalista. Hát én hogy személy, tudom biztosan, borlás volt. Dodót megkérdeztem, mondom már csak volt itt a képen. Azt mondtam, hogy ideállítottak András és elvitte. Na, Dodó nekik érte. Na, de Dodó... Na, mindig. Mondtam neki, hogy miért lett az oda? Az itt van, 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 Mári néni szintén együtt voltak, hát az családtalan házasság voltak. Mári néni meg hajadom, hogy úgy mondjam, és de ott vannak eltöletve mind a három. Na, hát ennyit mondanám a múltról. Most elkezdhetjük betinteni, mert a kezdjük az elején, jó? De az elején, hogy mondjam, 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 hogy